Kiskörös város képviselőtestülete minden évben meghatározza mindazokat az állami és nemzeti ünnepeket, amelyek méltó megemlékezéseire az önkormányzat megkülönböztetett hangsúlyt kíván helyezni. A városi nagy megszokott színvonalú lebonyolítása érdekében kijelöli azok időpontját, a rendezvények előkészítésért, megszervezésért és lebonyolításáért felelős intézményeket és személyeket. Az állami és nemzeti ünnepek napja ugye adott és törvény által meghatározott, míg a városi nagy rendezvényeinket, illetve a kisebb jelentőségű azonban nagyon fontos programokat viszont a képviselőtestület határozza meg. A képviselőtestület által a legutóbbi ülésen elfogadott rendezvényterv tartalmazza azokat a kiemelkedő intézményi egyházi és egyéb szervezésű eseményeket, amelyek városi jelentőséggel bírnak és önkormányzati közreműködést igényelnek. Az állami megemlékezésekhez csatlakozva 2024-ben a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódó ünnepségsorozattal emlékezik Kiskörös, az 1848-as forradalom és szabadságharc 176. évfordulójáról. Városi megemlékezés lesz a Nemzeti Összetartozás napján, a Nagy Imre Emléknapon, Szent István napján, az 1956-os forradalom és szabadságharc 68. évfordulóján. Az előterjesztés kiemeli, hogy a hagyományos elemeket megtartva arra kell törekedni, hogy 2024-ben is a városi rendezvények újabb és újabb programokat kínáljanak. Kiemelt feladatként jelölte meg az előterjesztés, hogy a rendezvények megvalósítása során széleskörű városi szintű összefogásra kell alapozni a munkát, mert ez az összefogás az, ami megteremti azt az érzést, hogy mindenki aktív résztvevőjévé vált a városi eseményeknek. A városi nagyrendezvényeken túl számos kísérő rendezvény és önálló rendezvény is helyet kapott a 2024-es év program kínálatában. A már évek óta megrendezésre került, azonban a programok között nem szerepeltetett rendezvényekkel is kibővült a naptár. Ilyenek többek között a Városi Gyermeknap vagy a nyáresti fúvós muzsika. Jövőre, május 11-én, 12-én rendezi meg a Város a Város Alapítók Napja Országos Rétes Fesztivált, augusztus 30-31-én és szeptember 1-én a Kiskörösi Szüreté Szlovák Nemzetiségi Napok rendezvény sorozatot, december 20-án, 21-én és 22-én az Advent Ünnepi hetet. Jövőre is megrendezésre kerül a Petőfi Szilveszter. A főbb rendezvények költségvetését a város 2024 évi költségvetésében külön előirányzat tartalmazza. A rendezvényszervezési feladatok szakmai és technikai lebonyolítására beszerzési eljárást kell kiírni. Háromára árajánlatos beszerzési eljárást tekintettel az határa így amennyiben a képviselőtestület a programtervet jóvá hagyja a hivatal a végrehajtás keretében a háromára árajánlatos beszerzési eljárásnak fogja indítani. A városi ünnepségek és rendezvények előkészítésének irányításáért a polgármester felelős, a végrehajtás koordinációja a Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályának feladata.